Aztán megcsinálhatnád magadnak a reggelit. Na, cseréljünk. Tessék, Mózer. Jó reggelt, Richard. Itt Leo, remélem nem ébresztettelek fel, de hát most már úgyis mindegy. Végre megkaptam a legutolsó vizsgálati eredményt. Á, de remélem tényleg fontos, ha már felkeltettél. Különben felébresztenélek. A nőnek súlyos cukorbetegsége volt. Hogy jön ez ide? Mint ahogy a cukorbetegeknek folyamatosan inzulinoznia kellett magát. Itt vannak az egyértelmű eredmények. A férje azt mondta, hogy szívesen iszogatott. Cukorbetegeknek nem nagyon szabad, vagy mégis? Nos, az alkohol a cukorbetegek esetében a legrosszabb, ami csak elképzelhető. De Leo, valami bűzlik. Egy férj, aki a felesége cukorbetegségéről említést sem tesz, viszont azt állítja, hogy nem betette meg az italt. Jó reggelt, Helvig úr! Jó reggelt! Mit akar már megint? Semmi különöset. Csak szerettem volna elbeszélgetni a felesége betegségéről. Nem értem, miért kell a feleségem betegségéről beszélgetni? Mert fontos lehet. Ezt biztosan állíthatom. Nézze, erről nem akarok beszélni. Pedig nem ártana. Tudnia kellett, hogy a felesége kerülhetett olyan helyzetbe, hogy vezetésre alkalmatlanná válhatott. De miért nem tett ez ellen semmit? Ez most már igazán nem számít. De talán arra tud választ adni, miért vett be altatót a felesége a baleset előtt. Vagy talán beadta neki valaki? Fogalmam sincs. A feleségem élte a maga életét. A múltkor még valahogy másképp mesélte ezt. Ez csak kettőnkre tartozott. És most már úgyis mindegy. Egy nő, akinek nem is lett volna szabad vezetnie, kábán halálos balesetet szenved, ez egyáltalán nem mindegy. Nincs több mondani való magának. Csak még valamit. Hol volt tegnap előtt éjjel 11:30-kor? Ezt egészen pontosan megmondhatom. Egész éjjel otthon voltam. Tanúk? Van egy portásunk. Ő pontosan tudja, hogy ki jön be és ki megy ki. Tőle hozom fel az újságot. Megkérdezheti. Meg is fogom tenni, Helvig úr. Biztosíthatom. Jó reggelt, Stocki! Hoztam magunknak egy kis reggelit. Ezek szerint akkor megjött a válasz a kérvényedre. Sajnálom, jó, de... Hagyd már! Már épp elégszer elmondtad. Végül is mindenkinek a maga dolga, hogy ezt a 70 évet a lehető legokosabban tölts el, mielőtt végleg mindent itt hagy. Így van, csinálok egy kávét. Jó reggelt! Szevasz, Richard! Szervusz, Rex! Na, van valami? Szervusz! Meghiszem azt, a kérvény átment. Jól van. Okos kutya. És? Jól van. Mit tudsz mondani? Mit mondhatnék? Éppen főzöm a kávét. Hát jó. Dr. Graf szerint a nő súlyos cukorbeteg volt. Hogy? Igen. De Helvig úgy tűnik nem tudott róla, hogy a felesége beteg lett volna. Egyrészről ez magyarázat lehetne a balesetre, másrészről viszont nem tudom, miért találta ki a történetet, hogy a felesége ivott. Szóval csupa ellentmondás a fickó, ez érdekes. És most figyelj, Dr. Graf azt is kiderítette, hogy a nő a baleset előtt nagy mennyiségű altatót vett be. Szinte teljesen elkábult. Úgy néz ki a dolog, mintha az egészet a férje rendezte volna meg. Hát persze. A tűzoltósági szakértő szerint a benzintank csak az ütközéstől sérülhetett meg. Furcsa, nem? Na? Rex a baleset helyszínétől egészen a parkolóig érezte a benzinnyomokat. Akkor a benzinnek már előtte is kellett csöpögnie, még mielőtt a tank megsérült volna. Vagy valaki biztos akart lenni, hogy az autó kigyullad majd. Ennek csak akkor lenne értelme... Ha valaki azt akarná, hogy ne derüljön ki az áldozat személyazonossága. Úgy van. Éppen ezért azt mondom, hogy az áldozat nem a felesége, hanem valaki más. Na de mi lenne az indíték? Biztosítási csalás. Köt mondjuk néhány életbiztosítást a feleségére. Az unió miatt most még könnyebb a dolga.
Mondjuk köt 10 életbiztosítást Európa szerte. Köszönöm. A nő meghal a balesetben. Igaz? A fickó bekaszírozza a pénzt, aztán irány külföldre. Jó, akkor mit csinálunk? Szükségünk lesz egy fényképre és egy pontos személyleírásra, aztán meg összehasonlítjuk az adatokat a halottéval. Akkor figyeljetek. Ez az üzleti magazinban volt. Egy fénykép a Helvig házaspárról. Hölle? De ha nem a felesége a halott, akkor... Tessék, itt van, két prostituált eltűnését jelentették. Az egyik életkora és az eltűnés ideje pontosan ide passzol. Oké. Höllerer, nézz utána, hogy találsz-e olyan biztosítót, ahol Helvig néven kötöttek biztosítást, meg hogy van-e nagyobb adóssága. Stoki, itt meg próbálj felhajtani fényképet a prostikról. Én addig átnézek dr. Gráfhoz. Várj már! Miért nem kapjuk el most Helviget? Van alibije, megnéztem. Semmi esélyünk. Egyik lánynak sincs bejelentett lakcíme, csak egy olyan bár, ahol napközben gyakran megfordultak. Na és? Mi a gond vele? És most egyedül menjek oda? Gyere, menjünk együtt. Ne csináld, Stoki, tényleg oda kell mennem Gráfhoz. Van egy olyan számítógépes programja, amivel fotó alapján be lehet azonosítani az áldozatot. Nem tudod, mennyire boldog vagyok. Tudod mit? Vidd magaddal Rexet. Én úgysem vihetem. Köszönöm. De ki tudja. Rex, figyelj oda Stokira, nehogy butaságot csináljon. De Richard, Richard! Na most mit szólsz? Ingrid! Ingrid! Megbeszéltük, hogy nem mozdulsz ki, amíg vissza nem jövök. Mi történhetne? Egyre gyakrabban van itt a rendőrség, valamit sejtenek. Ne izgulj ennyire. Végül is alaposan átgondoltuk a dolgot. No, de nem a második lányt. Ne idegeskedj. Szénné égett. Minden lehetséges adatot betáplálunk a számítógépbe. Magasságot, hozzávetőleges életkort, testsúlyt, csontfelépítést, és így tovább, és így tovább. És ez alapján a számítógép képes megmutatni,